kvalifikáció után ugye az 5. illetve a 6. helyről vághattál neki a futamoknak. Hogy értékelnéd először is az első futamot? Nehéz volt az első futamod, de szerencsétlen voltam a rajt utáni pillanatokban, a repülő rajtot jó kaptam el, az első futam, vagy az első kanyar előtt viszont eltaláltak hátulról, úgyhogy veszítettem néhány pozíciót. De összességében pozitív volt a futam, mert ugye aztán a 11 vagy 12-ről föl tudtam még jönni a 6-ra, aztán is visszaestem a 7-re, abban sajnos ennyi volt. És a második? Ugye elég jól elkaptad a rajtot, ez minek volt köszönhető? Egyszerűen csodás volt, brillírozták, komolyan mondom. Hát köszönöm szépen, ugye számítottam rá, hogy ugye az 5. helyről a 2. föl tudok rajtolni. Arra nem számítottam, hogy az elsőnek fogok elfordulni, ugye az első kanyar után. De én sem tudom pontosan, hogy meg kell még nézzük a Gergővel, hogy pontosan mit is csináltam az autóban. Nekem is fura volt, ugye, hogy az első helyről rajtoló BMW-t is meg tudtam fogni az első kanyarig. Azt gondolom, hogy ennek a futamgyőzelmek abszolút az volt a kulcsa. Ugye folyamatosan körről körre növelted az előnyödet a mögötted lévőktől. Mit gondolsz, mi lehetett ennek az oka? Hogy sikerült? Azt éreztem, hogy ugye az Oriolánál picit gyorsabb vagyok az első futamon is. Szerencsére ugye a többiek beragadtak mögötte, úgyhogy abszolút annak köszönhető szerintem, hogy el tudtam lépni, hogy ugye a 2. helyen autózó pilóta az feltartott a picit a mezőny. Sajtótájékoztatón azt mondtad, hogy nem néztél a visszapillantó tükörbe. Tényleg nem néztél? Tényleg nem. A második. Vagy a 3. kör végéig néztem a tükörbe, és akkor megnyugodtam, hogy láttam, hogy leszakadnak a többiek. Milyen érzés volt, hogy ennyien kijöttek neked szurkolni, és skandálták a nevedet körről körre? Hát nagyon jó érzés volt, bár ugye én nem hallottam az autóban ülve, hogy skandálják, de ugye minden egyes alkalom, amikor ráfordultam a célnyire, akkor láttam, hogy éjjeleznek, és felállnak, és tombolnak, és nagyon-nagyon jó érzés volt, de tudtam azt is, hogy nekem a feladatomra kell összpontosítani, úgyhogy nem volt könnyű, de örülök, hogy sikerült. Ugye először szereztél itt futamgyőzelmet, összességében pedig a 2. volt. Melyik a nagyobb jelentőségi, a makaói, 2010-es vagy a mostani? Hát nyilván a mostani az azért egy különleges esemény, tehát nagyon-nagyon örültem az első futamgyőzelmemnek, és én azt gondolom, hogy pilóta, hogy a versenyző pályafutásában az első futamgyőzelem az egyik legkülönlegesebb pillanat, de én azt gondolom, hogy ez még talán azt is überelheti, ugye hazai pályán ennyi szurkoló előtt futamot nyerni, az igazán különleges élmény volt. Ez a futamgyőzelem akkor most önbizalmat adott a továbbiakhoz? Nem hiszem, hogy eddig, ugye tavaly nagyon nehéz évünk volt, nem gondolom azt, hogy az önbizalom hiányzott eddig is, de örülök neki, hogy ugye úgy látszik, hogy futamra egyre jobbak vagyunk, egyre versenyképesebbek, úgyhogy van egy jó alapunk, amire építkezni tudunk. Nagyon szépen köszönöm, és őszintén gratulálok. Köszönöm.